kellene mondani, hogy mivel foglalkozom, legelőször azt szoktam mondani, hogy fesztiválszervező vagyok. Nyilván először a Művészetek Völgye Fesztivál az, amivel azonosítom magamat, de természetesen már sok minden mást is elkezdtünk csinálni, hiszen a Kerekdom Fesztivált elindítottuk, az Örvényes Hegy Pikniket, most már a Startup Safari Budapestet is mi szervezünk, illetve a Budapest Showcase Hubot, illetve csináltunk már Óbudán Adventet is, illetve máshol is vásárokat. Úgyhogy egyre szélesedett a paletta, de hát nyilván a főszerelem az a Művészetek Völgye Fesztivál. Emellett egyébként a Music Hungary Szövetségben a fesztivál szakosztályt is elkezdtem vezetni, és hát ugye ebben a pandémiás időszakban nagyon sok beadvány és közös gondolkodás részese lehettem. Ennek egyébként egy kicsit folyamánya is lett, hogy megalakult a Magyar Turisztikai Program Alapítvány, ahol a kulturális, sport és üzleti rendezvényeket szeretnénk összefogni, kicsit az egyébként hasonló folyamatokat is megmutatni egymásnak, esetleg best practice-eket átemelni az egyik szektorból a másikba, és egy párbeszédet kezdeményezni. Én egy igazi nemzetközi termék vagyok, hiszen félig orosz, félig magyar ugye a származásom, és hát kicsi koromtól az időm felét kint töltöttem, a felét pedig Magyarországon, tehát például itt jártam óvodába, de az iskola első 3 osztályát kint töltöttem, úgyhogy egy olyan időszakban, amikor még ez az utazunk egyik országból a másikba, illetve félig ilyen-olyan nációkhoz tartozunk, nem is volt annyira egyébként megszokott, úgyhogy engem mindig egy ilyen kuriózumként kezeltek, viszont egyébként ez a háttér nem csak az elfogadást és az empátiát erősítette bennem, egyébként más nyelvek felé is fogékonyá tett. Szerintem egyébként kétnyelvűként eleve sokkal könnyebben tanulsz nyelvet, kicsit csalás is talán a többiekkel szemben, úgyhogy angolul, németül, olaszul, franciául is, és egy picit spanyolul is megtanultam az orosz nyelv mellett. Bár nagyon sokat utaztam, de azt kell, hogy mondjam, hogy a magyar kulturális élet egyébként nagyon kiemelkedő. Fantasztikus művészeink vannak, és egy nagyon pezsgő kulturális életünk van, és a kicsiktől a nagyokig mindenki megtalálhatja azt, ami érdekli, akár mint a Művészetek Völgyében is. Tehát kicsi koromtól édesanyám elvitt a Zeneakadémiára, a Mesélő Muzsika sorozatra, még Mácsai Pál alakjára is emlékszem belőle, de volt egyébként egy gyermekopera bérletünk az Operaházba, úgyhogy viszonylag hamar találkoztam a különböző művészeti ágokkal. Mindig volt körülöttem kulturális élmény, lubickoltam ebben az egészben. Én a külügyi kulturális diplomáciai pályára készültem egész életemben. Úgyhogy a közgáz egyébként viszonylag egyértelmű volt, illetve a közgázon belül az egyébként eleve ott indult diplomata képző nemzetközi tanulmányok szak. Úgyhogy ezért is jelentkeztem oda Európai Unió fő, illetve diplomácia, kulturális diplomácia mellékszakirányon végeztem. Rövid időt voltam is a külügyminisztériumnál, viszont ahogy megnyitott a művészet palotája, az elejétől kezdve elkezdtem ott kísérő tolmácsként dolgozni, majd a tavaszi fesztiváloknál is, az Operaháznál is, és hát magával ragadott ez az izgalmas világ, a hivatalnoki kilátásokkal szembe úgy hirtelen megszédített ez a sokszínűség, és végül is a Művészetek Palotájában kezdtem el a pályafutásomat az egyetemi évek után. Azt hiszem, a szakma alapjait ott tanultam meg, fantasztikus kollégáim voltak, nagyon klassz projektekben vehettem részt, és nagyon sokakat akár a magyar kulturális életből is itt ismertem meg, és ezután egyébként a Művészetek Völgye Fesztiválban elvégzett feladataimnál nagyon nagy segítség is volt. Egyébként a MÜPÁ-ban találkoztam Paja Beával és az ő szervezőtársaival, és hát
hát ő rajtuk keresztül jutottam egyébként a Művészetek Völgyébe, hiszen akkor volt a Paja udvar megalakulóban, és már miattuk is odaérkeztem, és ebbe is csatlakoztam a szervező csapatba, az ő ajánlásukra először szponzorációs felelősként, utána pedig egy színpadot vittem, következő évben meg több színpadot is, és hát utána meg már az egésznek a programvezetője, majd a fesztivál igazgatója lettem, úgyhogy viszonylag organikusnak mondanám a pályafutásomat egyébként a Művészetek Völgye Fesztiválon belül, és emellett utána persze saját alapítói jogon indítottunk a csapatommal egy kerekdom fesztivált, majd egy Örvényeshegy pikniket, illetve becsatlakoztunk már két létező projektbe, a Startup Safari Budapestbe, illetve a Budapest Showcase Hubba. A Művészetek Völgye Fesztivál az mindig is ahhoz képest, hogy szerintem nagy fesztivál, illetve mások is így tartják számon a fesztivál palettán, mindig is egy emberléptékű, intim terekkel, intim és egyedi élményeket felmutató fesztivál volt. Eleve mi egyébként a nyugodtabb kikapcsolódás hívei voltunk, és a kulturális élményekkel való feltöltődést azt eleve úgy képzeltük el, hogy nem szólnak össze a színpadok, nem szól minden bódéból zene, illetve sosem érzed magadat egy zavaró tömegben, és hát sors furcsa fintora, ez lett az úgynevezett tökéletes COVID-kompatibilis fesztivál, és hát a nemzetközi trendek tekintetében én azt látom, és talán ez már a vírus előtt is elkezdődött, hogy nagyon sokan kezdenek rájönni, hogy az arctalan nagy tömegélmények helyett talán az intimebb, akár a művésszel szoros kontaktusban lévő élmények talán azok, amik egyre többet adnak, vagy jobban feltöltenek minket. A Művészetek a Vidékfejlesztésért Alapítvány egyébként azt is megpróbálta fókuszba helyezni, illetve egy újdonságként beemelni itt a turisztikai desztinációk hirdetése során, hogy igenis egy kulturális esemény által felépített marketing csatornákon, főleg az online térben, azt az egy települést is, vagy a környéket is lehet úgy hatékonyan reklámozni, hogy csábító legyen akár a fesztiválon kívüli időszakban, pozícióba hozni szállásadókat, kereskedőket és egyéb szereplőit a térnek, vagy hát generálni akár turizmus és vidékfejlesztési folyamatokat. Magyarországon nagyon sok turisztikai látványosság van, illetve hát azt látom, hogy egyre több fejlesztés is van ezen a téren. Személyes kedvencem egyébként a Tisza-tavon most átadott vízen megközelíthető kilátók is, azt egyébként családdal ki is próbáltuk, viszont azt is látom, hogy nagyon nagy igénye van a családosoknak főleg, de akár a pároknak is, hogyha egy hétvégi kikapcsolódási lehetőséget keresnek, hogy programokon és minőségi programokon vehessenek részt, minőségi gyermekprogramon kézművest vásárt láthassanak. Magyarország talán a fesztiválok országának is nevezhető, bár valljuk be, nagyon sok fesztivál talán nem is fesztivál. Én itt egyébként az NKA definícióját szeretem használni, ami legalább háromnapos és egy bizonyos programintenzitással rendelkező esemény, és azt nevezném igazán fesztiválnak. Nagyon sok jó fesztiválunk van, sok tematikus fesztiválunk, és még ezek után is nyárról nyára van, hogy meglepnek minket szervezők újabb kezdeményezésekkel. Végre azt érezzük, hogy egy kicsit biztos körülmények között tudunk szervezni, ami azért egy nagy megnyugvást jelent nekünk, úgyhogy tesszük a dolgunkat, és reméljük tetszeni fog az, amit csinálunk.